zenei ráhangolás után, és körbenézve az itt látható képeken, kis plastikákon, azt hiszem igazán sokat már nem tudok hozzátenni. Nem is akarok, gondolkodtam ezen is, hogy mi a tiszta vajon egy kiállítás megnyitásnak. Dicsérnie kellene az itt jelenlévő művészeket, azt hiszem ez szükségtelen, megteszik ezt maguk az alkotások, hiszen itt láthatók ezek az érdekes, ironikus, terakotta szobrocskák, ezek a rozsba mintázott alapok, Mátéza munkái, amelyek iróniáról, hangulatokról, nézhetőségről árulkodnak. Itt vannak a falakon Horváth Ákos képei, azok a tollrajzok, amelyek közül az egyik megnyert egy elég komoly Amerikában lezajlott fantasztikus rajzfesztivált ezelőtt 2 évvel, ha jól mondom, és ebben az évben pedig második díjat nyert egy rajzával Ákos ugyanezen a fesztiválon. És itt vannak ezek az ifjonti hérről, egy 20 éves ifjonti hevéről, kísérletező kedvéről és szinte biztos szakmai tudásáról árulkodó képek, rajzok, amelyek Szűk Norbert munkái. Mit tennék én még ehhez hozzá? Azt hiszem igazából semmit. Talán egy-két adattal szolgálhatnék az alkotókról, ha már egy műsorfüzet vagy egy tárlatfüzet nem teszi meg helyettem. Mit kell róluk tudni, mi az, amit érdemes tudni? Norbi a 20 évesek korosztályát erősíti, még a másik két alkotó már 30-asnak mondható. Mind a hárma jelenleg még, hogy is mondjam, csak papír nélküli alkotóknak tudható, mert ez abszolút nem látható munkájukon, és ezt igazán csak pozitív értelemben mondhatom. Hatalmas szakmai biztonsággal dolgoznak a saját területükön. Már Géza, a Győri, Széchenyi István távközlési és műszaki főiskolán dolgozik, ott egy képzőművész szakkört is vezet. A megyei képzőművész fesztiválon fődíjat is nyert már munkájával, és hát tényleg magáért beszélnek ezek a dolgok. Ákosnak már mondtam az eredményeit, Norbi pedig most egy nagyon komoly próbatétel előtt áll, azt hiszem elmondhatom, a felvételjére készül a képzőművészeti főiskolára. Egy dolgot azonban engedjenek meg nekem, amit úgy érzem fontos elmondani. Ez egy rövidke történet, és majd a végén kiderül, hogy miért is osztottam meg ezt a történetet önökkel. A következő történt az 1960-as évek vége felé egy ködös téli reggelen az Amerikai Egyesült Államokban. Sok ismert és híres kutató, fizikus és kémikus, matematikus ajtaján szinte egy időben kopogtatott egy tábori futárposta. Ez abban az időben elég gyakori volt, a katonai futárposták elég gyakran jártak ezekhez a tudósokhoz. És arra kérte őket, hogy gyűjjenek össze egy katonai támaszponton. A tudósok nem kérdeztek semmit, természetesen összegyűltek, oda mentek. Egy nagy terembe terelték be őket, ahol egy tábornok rögtön leültette, és mondta nekik, hogy a következő történt. Eddig titokban tartották a dolgot, de most már be kell vallaniuk. Egy feltaláló, egy neve nincs feltaláló, létrehozta, akármilyen furcsán hangzik, az antigravitációs hajtóművet, és ezzel egy készüléket, egy repülőgépet is felszerel, sőt, mi több, ez a repülőgép szállt is. Igen, ám csak egy kis baj történt, mert a próbaút után, amikor ezt a gépet be akarták tolni a hangárba, egy szerelő hibájával az egész gép felrobbant, és most nincsen meg. Azért hívták össze ezeket a tudósokat, hogy a fennmaradt jegyzetekből, a fennmaradt tárgyakból, roncsokból csinálják meg újra a gépet. Mit volt, mit tenni, nekiálltak. És 3/4 év elteltével, igaz, hogy az eredetileg megadott méreteknél nagyon nagy. Igaz, hogy csak olyat, amelyik másfél méterre tudott felemelkedni a földtől, de megcsinálták az antigravitációs hajtóművet. No persze, ez csak egy novella volt, abból a folyóiratból, amelyet Ákos elég gyakran szokott illusztrálni a galaktikából, de azt hiszem ez a novella, ez a fantasztikus science fiction novella valaminek elárulja a lényegét. Annak a lényegét, ha valaki tudja azt, hogy ő miért dolgozik, tudja a célt, látja maga előtt a célt, és érzi magában az erőt ehhez, akkor nincs lehetetlen, még az antigravitációs hajtóművet is meg lehet csinálni. Azt hiszem, a jelenlévő alkotókban megvan ez a tudás, megvan ez a képesség, hogy megcsinálják a saját maguk művészetében ezt a bizonyos antigravitációt, létrehozzák. Mit tudok más mondani még önöknek? Annyit, hogy ezek a képek, ezek a rajzok, ezek a kis plasztikák a művészetnek számomra szimpatikus irányvonalához tartoznak, tehát nézhető, befogadható, elemezhető alkotások. Úgyhogy én azt kívánom önöknek, hogy töltsenek időt a képek, a szobrocskák előtt, nézzék meg őket, és engedjék azt, hogy hatással legyenek önöknek. Ezen a kiállítást megnyitom.
Nos, most apa és fia, Szűk Ödön és Szűk Norbert közös kiállításon mutatkozik be Győr városában, a Városi Könyvtár galériájában.